Boom. Vissza is érkeztünk egy nagyon apró szünet után. Hát egyébként ismét Zimmerion vagyok, és megint ugye buci leszek is. Társam, a kis pajtársam ezen a csodás mérkőzésen, ugye ez a kis felállás. Kis minionom. Buci a kék, én meg a piros. És akkor valaki a bomba lőtt, mi nem tudtuk eldönteni, ki is lesz pontosan. Meg a valaki lehet a kis facsemeténk, akik sokan nem facsemetének néznek, hanem valami másnak. Jaj, tudom, igen, igen. Szegény facsemete, senki nem ismeri a... Karsza mosolyog nagyon, de nem tudom min, ugyanis ő ott hagyta a Flash Wolves-t, tehát ő még nem tudjuk, hogy hol fog játszani, illetve háttérben nem tűrte be az ingét Steak, de hát ő azért egy laza csávó, konkrétan még annó, amikor játékos volt, ugye ő is a Flash Wolves-nál játszott a felső ösvényen, akkor Afromúval volt egy nagy verseny, egy ilyen twitteres szavazás, hogy kinek jobb a haja a világbajnokságon, Steaknek vagy Afromúnak, de már nem emlékszem, ki győzött, de mindkettőjük szenzációs haja, koronával rendelkezik, és mindkettő itt van, az All-Star 2017-es utolsó nagy rájátos rendezvényén. Törökország fog játszani az LMS, azaz a tájvani régióval. Törökök, kik oldalon az LMS? Piros oldalon. És záporoznak is rögtön a tiltásaink, ugye egyik oldalról már rögtön érkezett is nekünk, ugye egy Shen tiltás, egy Tarik, egy Sejuani, úgyhogy legalább egy tankos jungle-ünk, mert ugye kipottyant erről a mérkőzésről, még ugye a másik oldalon érkezik eddig egy Ezreal, egy Ornn-tiltás, és most várjuk ugye a harmadikat, kíváncsiak, hogy esetleg, hát igen, egy Jarvan, úgyhogy Buci az általad annyira nem tisztelt, vagy hát nem szeretett, mert biztos tisztelet, de nem szeretett ugye a két tank, jungle-os, hogy nem fog megérkezni, viszont ugyanígy kezdjük, mint előbb, MF választás, úgy látszik ő számukra most egy nagyon kedves karakter. Zajt azt mondja, hogy akkor egy jó MF-fel jövök, és ott van egyébként a Zoe lehetőség, azért maradjunk ennyiben, hogy az előző mérkőzésen Zoe, ha jól emlékszem, nem volt tiltva, de válaszva sem. Mm-hmm. Tehát azért maradjunk annyiban, hogy nem biztos, hogy mindenkinek megvan még a tökéletes mechanikája ezzel a hőssel, viszont egy Zoe plusz egy Jace, az két, még akár a Jinnel is, két olyan távolsági piszkálódás és bónus sebzés lehet, hogy ugyanaz, amit láttunk például a Varus-Zoe kombót az első mérkőzésen Észak-Amerikánál, hát most is meg tudják csinálni. Ott az altatás mondjuk egy vagy két emberre, érkezik Zoe-tól ugye a deszkázás, és erre még egy felerősített bomba, hát élje túl valaki, MF biztos nem fogja. Ha rátalál természetesen. És ugye érkezik a török oldalról hozzánk egy jó kis Thalia, akit ugye azért már kicsit régebben láthattunk, de Thalia mindig egyébként egy ilyen meta közeli választás, meta közeli hős volt, amikor nem magában a metában uralkodott, akkor valahogy néha megpróbált a kis kő deszkáján beszörfőzni, viszont érkezik hozzánk egy nagyon kellemes kis barátunk, de utóbb egyébként ő már inkább támogató jellegűként volt így, egy a szurdogajó emlékszem. Aztán utána, hogyha jó, húha, ki ellen hozták a Sion toppot, aki utána rommá vert mindenkit. Ki ellen hozták a Sion toppot? Atya úristen. És nagyon jó volt. Urgot ellen lehetséges. De hihetetlen jól működött a Sion top. Hát most, hogyha megnézzük, akkor valószínűleg Jace ellen kell játszania, és akkor Sion egyébként a misztikus üstökössel jött. És én kipróbáltam, jó persze csak arra mond, mert bedobta nekem, és azt hiszem Unitól kaptam még szülinapomra a Hextech Sion hős kinézetet, azzal nyomattam. Ez egy retro hős. Hextech Sion vágat. Retro hős kinézet. És üstökösös Sion volt, igen, és én is kipróbáltam, és nagyon vagányul működik. Tehát simán tudsz találni távolról is, tehát amikor ugye a pajstörést alkalmazod, akkor is bőven tudsz találni, illetve természetesen, hogyha a megtisztelő csapással a földre rengetsz, akkor a kábításból ott van már bónuszban az a sebzés. Genie jön egyébként Bebéhez, és Karszához, esetlegesen egy Lee Sin, az ő nevéhez ez nagyon jól működik. Talán az LMS Légió egyik legjobb dzsungelese, hogyha maradjunk annyiba, hogyha őt vesszük. Kérdés, hogy hova fog majd menni, ugyanis nem csak ő hagyta ott a Flash Wolves, hanem a háttérben álló Steak is ott hagyta az analiszt szerepét, úgyhogy a Flash Wolves egy picit át fog alakulni jövő szezonra. No, ki lesz a dzsungel Storm Age-nél? Kit szeretné Lee Sinnel szemben megnézni? De egyébként örülnék egy Nidának talán, aki ugye az előző mérkőzésen is jól tudott szerepelni, vagy akár egy Gragasnak is egyébként, bár
kíváncsi vagyok, hogy ki lesz az utolsó választás, hiszen még azért lehet egy kicsit trükközni, ha úgy érzi a kis török csapat. Viccen kívül azt gondolom, hogy az LMS régiójában kéne egy tank. Hát igen. És kéne, milyen tankok maradtak? Maradt még egy Tamkencs, nem lehet rossz, maradt még egy Braum. Lulut választanak egyébként, Lulu Miss Fortune alsó ösvény, érdekes, piszkálódásban nagyon jó, ösvényfázisban abszolút jó lehet, bár a távolságot azért tudja tartani. Az a Jin, és hogyha eljön Blitzcrank, akkor igazából egy 25 percnél már olyan előnynek kéne, hogy legyen az LMS csapatának, hogy onnantól kezdve 5 percet be kell, hogy fejezze a mérkőzést, mert hogyha túltankosodik Sion, ha túltankosodik Gragas, akkor egy Lulu ulti még mindig meg fogja tudni őket védeni, és azért gondold el azt a wombo kombót, amikor Frozen Talia-ja visszadobja a földbe, ahonnan nem tudnak csúszni, villanni, elmenni az emberek, és arra jön egy Miss Fortune ulti, oda vannak zárva, az két olyan brutális sebzés, vagy esetleg egy több emberes feldobásba, feldobásos kábításba Science-ba, azért az fájdalmas lehet ilyen papír összeállításnak, mint amivel most a taiwani régió jött, de lényeg annyi, hogy boldogok, jól érzik magukat, és azért találkoztunk nem egy török játékossal is, például a világbajnokságon ugye Fenerbahce színeiben játszik itt három játékos is, Taldrin, Frozen, illetve Zergsting. Illetve, hogyha minden igazak a hírek, akkor a GBM megy át Törökországba. A GBM megjárt mindent jóformán. Ez a felfedező. Igen, ő egy abszolút felfedező csóka. Egyébként az ilyen All-Star, illetve magán az LCS-en is olyan jól meg tudják építeni a színpadokat a, a Riot hát szakemberei, a színpad szakemberei, nem tudom, hogy nevezzem őket, az építői. Ez ami zseniális. Most is olyan gyönyörűen nézett ki a díszlet, egyébként tök jól megvannak csinálva a színek, az oldalak. Meg egyébként most ez a design is nagyon tetszik nekem, hogy oké, nincsen Fire and Ice, viszont ez még mindig nagyon szép. Én azért egy picit hiányolom, és annyira örültem, ugye minden évben lehetett szavazni arra, hogy adott esetben, hogyha Fire vagy az Ice oldal nyer, akkor melyik hőse lehessen hőskinézetet kapni, tüzeset vagy jegeset. És azért ez ilyen jó volt, hogy egyrészt volt egy olyasfajta hangulata, mint az NBA All-Star gálának a kelet-nyugat összecsapás, hogy itt meg van egy ilyen jég és egy tűz, miközben nagyon szép új Blitzcrank-kel érkezik Sword Art. És egyébként ő egy problémás Blitzcrank volt, ugye. Ez pont a kinézett, hát nem is tudom, duónak az egyik tagja, aki ugye bekerült, majd utána kikerült, visszakerült, majd utána megint hetekre kikerült, hiszen annyi bug volt vele egyébként, mint talán, nem tudom, a kezdetekben Jorikkal, amikor még a régebbi Jorik volt bent. Annak is mindig egy ilyen bukhalmaz volt a kis teste. Viszont ugye... Ez durva, amikor bukhalmazból áll a tested. Tehát a kicsit bogaras lehetsz akkor. Hát igen. Viszont érkezett egy kis érjebbe a szurdokba. Ugye Táliánál is felbukkan, illetve a Lulunál. És bár mondjuk Lulunál egyébként is helytető volt, hogy ő fog érkezni. És egyébként ez külön jó dolog szerintem, hogy arra is gondoltak a rájátosok, hogy nem csak az, hogy kitalálják ezt, hanem hogy még a teleportálási animáció is van, hogy így felrepül veled együtt ez a kis farkas, vagy hát kis róka, vagy nem tudom, minek lehet nevezni. Kis állat. A kis pet. Állatod. Mint a WoW-ban mondjuk, hogy megy vele, csak itt még csinál is ilyen plusz dolgokat. Úgyhogy jó, hogy egyébként ilyen kreatívan csinálják. Mondjuk tény és való, hogy ugye a rúnákat, ahogy bevallották, így azért nem hip-hop csinálták, hanem azért már egy-két éve. Jó, nagyon régóta. Legalább. És egyébként megjött az üstökösös Sion, tehát amire vártunk, illetve egy romlás italát hozott magával, és ezt már rögtön is kell kezdenie iszogatni. Ugye csak a lassítás, de annak köszönhetően legalább így a üstökösi is talált a megtizelődő csapásból. És Zergsting az, aki egy picit megsínyli Bebével, illetve Swordlet-a való találkozást. De Zivnek is el kellett használnia már az egy darab életerő itókáját. Szép egyébként a kikerülése a páncéltörő minionnak. Amúgy a többi oldalról nem gondolnám, hogy túlságosan különleges runákkal jöttek volna.
Igen, azt gondolom, hogy ezek jók. Hát, hogyha azt nézzük, akkor ugye Blitzcrank is megy be, úgyhogy ő is tudja az utórengést jól kihasználni, ugyanúgy, ahogy Storm Age, Gragasza Inintegrál, az mondjuk úgy nem gyenge. Bebe pedig nem egy szívbajos játékos. De egyébként ugye mindkét lövész 4 darab életerőidallal érkezett a szurdokba. Valószínűleg ezek miatt egyébként. És ugye Storm Age. Carsonnak rögtön ugye egy villanás sikerült is kihúzni egy hanghullámmal. Ez így egy nagyon-nagyon jó csere volt számára. Ugye nála az áramütés van, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy rá repül valakire, akkor valószínűleg az egy elég jelentős mértékű sebzést fog elszenvedni. Szvedetlen ugye érdemes megemlíteni, hogy az utórengés, amiért is jó, hogyha valakit odarend maga, az felütés, mire kb. Lezuhant az ember, addig már pont még az is ki. Vetődik rá plusz sebzésre, de nagyon-nagyon jól fog jönni számára. És érdemes megemlíteni, hogy ez a tália talán kicsit problémásan fog tudni működni. Hiszen ugye másfél nincsen villanása, például csupán egy megtisztulás az, ami védheti majd ettől a Zoe, hát nem is tudom, fergetektől, vagy nem tudom, hogy lehetne nevezni ugye ezt a brutális sebzést, az altatását. És közben egyébként ugye a csere egyelőre Tadrinnak, ki nem annyira kedvező. Igen, ugye és folyamatosan le tudja szedni a jelzőket, tehát az előrenyomulásból Ziv. Azért ez neki viszonylagosan könnyű, közben szép egyébként ugye a páncéltörő minion plusz az egész. Ó, Frozen kifárasztva, el is kell használni a megtisztulását. Igen. Nagyon kevés eltereje van, viszont a gyógyítás még kijött és az ebből adódó kis plusz gömböcskékkel be lehetett őt fejezni, illetve ugye Fofónak sikerült most egy kis megtisztulást is el tulajdonítani ebből az egészben, a másért nem is emiatt a három kis gömbjét bőven megérte neki, hiszen így be lehet tolni az ösvényt, és több nyugodta az a tud térni első túrájára, ugye. Hát nézzük is akkor gyorsan a visszajátszást, ugye itt kap egy gyors kifárasztást, ennek köszönhetően, hogy el tudja altatni ellenfelét, jön még a kifárasztás, ezt követően pedig nem volt elég Frozennek az a megtisztulás, és a gyógyítás bónusz gyorsaságával még így az alaptámadásokat utána tudta küldeni a kicsi Zoe. Ezzel az első gyilkosságot az Elemesz régiója szerzi meg, és egy 600 aranyos előnyre tesz szert. Hát igen, miközben ugye a felső és olyan még ugyanúgy folynak tovább a cserék, ugye Ziv már hazatért és egy teleportál vissza is érkezett az ösvény, úgyhogy neki emiatt már ugye egy kicsi tárgy előnye ugye van, illetve 4 darab farmos is, ami érhető, hiszen még mindig ugye egy Sion ellen ösvény fázis az így jelenleg. Szerintem szépen lassan el fogják érni a 6-os szintet, legalábbis Carson. Miközben ugye a kezdeményezés jó fofót lehetne büntetni, de egyből villan, és utána sikerül eltulajdonítani egy újabb villanást. Érkezik is rögtön vele, is, mert ahol brutális sebzése van, viszont ugye egy villanása még elérhető, amit ugye lopott korábban. És egy tökéletes befejezés Frozennek ez a villanás. Igazán mondhatjuk azt, hogy Storm Age lényegében elkönyvelte a halálát a csapattársának, hiszen tőle lehet eltulajdonítani az a villanás. Így van. Nem, szóval maradjunk annyiba, hogy nem. Ez ilyen karaktert csinálni... Hát igen, és ugye az, hogy készítő elmondta, hogy ő egy tipikusan egygombos karaktert szeretett volna csinálni, és úgy jött a többi ötlet a képességének, hogy hát akkor legyen egy kis kábítás, ami hát legyen egy kis áll, egy kis az Karsza lehet bajban, de vissza is fog ugrani. Viszont megint érkezik a hatalmas sebzés, ugye a Sundi buborékkal meg lehet akadályozni jelmények ilyen Zeytnát, és ezek után egy torony mellett lényegében teljesen nyugodtan be lehet fejezni. És egyébként ugye Zoe 3-0-ban van jelenleg, 6,5 percnél már most. Indul a vonat! Indul az Express, rögtön felé szállt rá az Ziv, és nem igazán akarja elhagyni ezt a kis vonatot. Hátrébb lehet őt ugyan ütni, viszont mindenképp vissza kell legalább lépni. Hát Aldrinnak ez mindenképp jól jöhet, a közelben ugye nincsen jungle-ös játékos. Így mondhatjuk azt, hogy egy kicsit fejlesztettebb csere, visszajátszás. Igen, és a visszajátszás ugye abszolút látja, vagy látnia kell a török csapatnak azt, hogy merre mozognak. Karsza átmegy egy őrszemen. Fofó ugyanúgy átmegy őrszemen. Karszát lehet szépen sebezni, majd ő után nagyon szépen visszaugrik, de ezt követően megjön Zoe, és nem mehet sehova egyébként Zeytnot. Egyrészt az altatás miatt nem mehetne sehova, másrészt pedig berántotta őt Sword Art. Nagyon szép volt a 4 emberes érkezés, jó, így ugye egy gyilkosságot tudtak elhozni az alsó ösvényen, az pedig egy Hextech Protoöv. Hagyjuk, jó? Hagyjuk ezt az egész karaktert. Úgy gusztustalan, ahogy van.
Igen, miért nem bannolják? Ez egy nagyon jó kérdés itt a kollégáktól. Bannolni kéne mondjuk például. Helyette kapott ugye három támogató tiltást, Swordert. Érthető, Swordert egyébként egy nagyon jó támogató az LMS régiójából. Ő még egyébként ugye, aki flashwalls-os, de hát akkor is kicsit sok ezt a három tank támogatót elvenni tőle. Illetve hogy a felsős mennyire Ziv kapott. Mondjuk Zivet meg is értem, ő volt talán az egyik nagy húzó neve ebben az évben az EHQ-nak. Oké. Rendben, Zoli. Ugye a többiek pedig ugye Fofo, illetve Bebe, a J-Team nevezetű csapat játékosai. Mm-hmm. Másik oldal ugye beemlítettük, hogy Fenerbahce játékosok vannak itt, illetve van egy-egy supermassive játékosunk, ugye Storm és illetve Zegnot. Egy embert nagyon hiányolok a török ligából, az nem más, mint Dumbledore. Nekem ő a nagy kedvenc támogatóm a törököktől. Igen. Miközben ugye a pokoli sárkányra lépett Kikarsz, viszont ugye itt van. Valami csak itt be lehet altatni, de mindjárt jön a gigászi sebzés. Ó, nem, a gigászi sebzés pont nem talált el, viszont Bebének. Ugye a kivirágzásával is ki lehetett őt zónázni. Igen. És úgy gigászi az a sebzés, már megbocsás, kedves Zimi, hogy egy ilyen féltárgy meg egy kis varázsátütésem van. Fél. Igazából ez ilyen... Nincs féltárgy, mert ugye pokoli kódexe még sehol nincsen, még egy plusz varázskönyv kéne, tehát hogy... Hát igen, hogy... És így fél HP-z alaphangon, tehát hogy így... Kapunk egy égetést, és olyan csalásokat szed össze. Olyan, miközben ugye Karsza jól kezdeményezne, viszont Stormy is visszafogja ezt az egészet. Közben érkezik a sorozat, ugye Bebének vissza kell lépnie. És meg lehetett védeni még azt a Lulut. Ám érkeznek a lövések. Egy lövés mellé, második talál, ugye vissza lehetett rúgni azt a lövést. A második lövése be lehet fejezni még egy embert, és itt van ugye ez a gyilkos Zoe. Hiszen Stormy is, de inkább visszább lép, hiszen tudja, hogy itt neki nem szabad maradnia. És közben egyébként ugye Frozen próbálta tovább tolni az ösvényét. Így egy minimális minion előnye van, viszont ugye lassan érkezik Fofo a büntető. Igen, az LMS csapatában most nem 11-eseket rúgnak, hanem csak egyszerűen Fofót oda teszik, hogy jó van, büntes babám. Nézzük, hogy kezdődik az egész tovább, és talán a hanghullám utána még jó a visszadobása, de ezt követően az átalakított Sword Art is fel tudja ütni Zerslintet, akit egyébként ki virágoztat Bebe, majd utána nagyon szépen talál még kettőt Zeitnotra, és végül is a negyedik kritikussal meg tudja őt ölni. Slomésnek egyetlen egy szerencséje volt, hogy nem lépett bele az altató zónába, belépett volna, akkor valószínűleg ő is meghal Fofo kezei által, de így tudta csak túlélni Gragas, aki még ugyan a robbanékony hordót jól használta mentésre, de saját magát már nem tudta. Mármint a saját magán kívül más nem tudott megmenteni. Amikor megjelenik Zoe ugye az ultiával, akkor igazából úgy összesom magam, hogy így az valami eszmélet. De az látszik egyébként Frozenen is. Tehát, hogy megjön az, hogy júj, honnan fog jönni ez a borzalmas nagy sebzés. Lélektani ereje van egyébként ennek a hősnek. Egyébként az a vicces, amikor valószínűleg meglátják a török csapat játékosai ezt a Zoe-t, ahogy érkezik, akkor valószínűleg egy olyan érzést tölti előket, mint amikor a börtönben a legnagyobb darab átod áll eléd. Csak most az a baj, hogy ez egy kislány, és csak annyit mond, hogy Fofo, és letépi az arcodat. Körülbelül. Fofo, éhez! Fofo, ül! És körülbelül, tehát egy... És az első meccsen is hasonló volt Bergzen kezébe ez a pici csillaglány, hogy így ment, és így egyszer csak így eltűntek az életerők, jöttek a gyilkosságok. Időközben ugye jégkesztyű lesz talán Thaldrinnak az első tárgya, amit majd befejez, de már vásárolt magának még egy kis töltési időcsökkentést, méghozzá a Fofo! És ez igazából Fofónak semmibe sem került. Míg Frozen összecsinálta magát. Na de majd most! Igen, érkezik ugye a kezdeményezés, Karsza rögtön visszarúgja a Storm Mage-et, próbálnám egyébként valamit kezdeni vele, de hát
annyi történt, hogy még belesújtott abba a hírnökbe, egy kis életerőt visszanyert, és ugye tudják, hogy Sword Artot haza szeretne menni, de hát nem olyan könnyű innen hazajutni, hiszen mégiscsak a kék oldali torony alatt. Hát bujolcskáztál lényegében, át lehet változtatni a Sword Art, itt még egy kicsit küzd az életéért. Ugye nincs itt az ilyakos véreskezű fokó, de ahogy látom, ott van a nyoma. Ugye egy kis, kis pipőivel, meg a morellójával. Rossz az irány! Rossz vágány volt, áramlott a váltó, vonat félrement, hát most... Na az a vicces, hogy ilyet egyszer csináltam Aramon. Tehát ugye elultiztam, és a saját bázisom felé, és a saját bázisomba értem Sionnal, de ez már régen volt. Érkeznek a felvonások, hát Storm Mage igazából tudja, hogy innen annyira nem könnyű kimenni, viszont érkezik a vadon szava. Így őt meg lehet menteni, de azért Kársa is beépett a kis táncba. Ugye jön az altatás, és az a baj, hogy érkezik az a kis üstökös, nem talál senkire. Viszont még itt, mindig itt van nekünk Fofó, és hát ahogy látjuk, Fofó! Nem sikerült befejezni, viszont érkezik egyébként ugye Bebe, most ő volt a befejező ember. Kársa! És a vérlulu, a vérlulu! Hát nem egy Fofó, de legalább gyilkosságokat ő is ugye be tud szedni. Égetés, villanás, minden csak dögöljön meg Kársa című történet hát, volt igen. Ez. Zív, ez nagyon sok életerőt. Hát igen, viszont ugye be tud állni a saját kis vonalába, így meg fel lehet ott ütni. De Tadrin, aki visszább kell ugye lépnie. Mondhatjuk azt, hogy Frozen pedig itt Sword Art büntetés érkezik, hiszen Sword Art másodjára is el van kicsit téved. Valahogy nem találja meg itt a GPS alapján dolgokat, de már Sundi buborék jött is volna a halottra, meg ott a gyilkológép második fejezete. Nem tudom, lehet valannyira idegesítő Zoe egyébként, mint a Sundi üzemmód. Hogy így nyomkodod mindig, nincs, kiszundítod az egészet. De őt nem tudod leállítani, vagy hát legalábbis elég nehezen. Miközben valahol Ziv amiatt vásárolt... Letaszállított király kardját, mert elég sok tankos ellenfele lesz. Nézzük is egyébként a visszajátszását. Ugye nagyon szépen találsztom észre Bebe. Itt ugye egyet mellé fog lőni, ha jól emlékszem, igen ez, és ez volt a kulcsfontosságú. Tehát, hogy a harmadik betalál, akkor ez egy halott Stomage. Így viszont volt lehetősége az Ersingnek odaérnie. Na hát, ez így is úgyis elaludt volna, és befejezhette volna a vérszomjas Fofó, de ettől függetlenül majd Stomage tudják megölni méghozzá Bebével. Jó a feldobás, ugye Zivnek visszább kell lépnie, hiszen itt jön a támogató, illetve a gomasz a gőzmozdony, és letarolja a föld felszínéről ezt az Zivet. Hát nem lehet egyszerűen bírni egyébként ezzel a török csapattal. Próbálnak válaszolni erre a vér Zoira, de hát ugye a felső ösvényen szedik a tornyukat, de legalább egy pokoli sárkányra most ki tud lépni. Így ugye kiegyenlítenek. Így ugye ki tudnak majd egyenlíteni szépen, viszont nem szabad elfelejteni, hogy a felső ösvény ugye sikerül megvédeni egyelőre azt a tornyat. Ketten azért pályáznak rá, hiszen folyamatosan ott döntögetnék ezt a tornyot, de hát ugye Kársa közben szedi ezt a hírnököt, és mondhatjuk azt, hogy a hírnökkel ki tudják majd balanszolni egyébként ezt az egészet, hiszen plusz egy torony lesz az övék. És nézd meg, legalább a török csapat ugye folyamatosan próbál válaszolni, próbál ő is valahol érkezni, az alsó ösvény tornya egyelőre a célpont fókuszuk jelenleg. Igen, csak olyan túlságosan gyorsan nem tudja Tadrin elhozni ezt a tornyot, és addigra valószínűleg Ziv is visszaér, hogyha nem fordul még ki a saját dzsungelébe. A második torony megvan a taiwani régiónak, és nem ér pont ki, de csak azért, mert Zersin itt maradt. Így az első tornyát a török csapat is el tudja hozni, nem talál Zivre a kezdeményezés, viszont a pajzs már fönn van. Igen, ugye Tadrin és Ziv megint egy kis mini csatába kezdenek, ugye a felütés elől ki lehet villanni az Ivnek még, innentől kezdve pedig Tadrinnak visszább kell lépnie. És azért maradjunk annyiban, hogy egy sebző karakter ellen nagyon szépen. Hát a jönnöknek nem kotja meg túlságosan a fal, viszont ugye Fofó a Terminátor megint megérkezett, altatna, ha lehetne, viszont ugye Storm Mage-et még fel szeretné dobni Sword, de hát ugye visszább lehet lépni. A hírnök innentől kezdve pedig egy egyszerű kis lakoma, és hát Fofó a véreskező kislány ugye gyilkol, ahol erre csak jár, altat, majd utána érkezik a gyilkos üstökös, vagy hát a gyilkos deszka. És ezek, tehát, én tudom, hogy a deszkedes egyébként viszonylag veszélyes sport. Hát igen, nak mondható, de hogy így... Igen, még régen néztem is ilyen wasted videókat, vagy nem tudom, hogy milyen mekkorákat lehet esni deszkázással. És egy Zoéval ellen, tehát Zoé ellen is lehet akkorákat tanyázni. Egy különben fogalmazunk, Buci, a deszkával lehet jó tökös ugrásokat végrehajtani.
különböző rudakra, meg egyéb ilyen, hát hogy is mondjam, elemekre. Fú, ne is mondd. Régen volt egyébként, amikor az MTV-n még a zene is néha egy kis adás ment, akkor volt olyan, amikor pont ezeket gyűjtötték össze, hogy... Igen, szerintem még én is ott néztem. Hogy ilyen BMX-es, meg deszkás. Aztán utána most már igazán nincs is ott a zene, de még mindig Music Television. Na mindegy, szóval, hogy anno nagyon jó volt ez a műsor, és néztem, és tudod, nézem, és oh, Jézus Isten, mi volt ez. De mégis néztem, most is ez történik, hogy látom, mit csinál az, hogy nem tudok nem oda nézni. És azt kell, hogy mondjam, hogy megint csak egy jó Scient nézhetünk meg, egy jó választás, ez Jace-re nem halt meg az ösvénye. Most lehet, hogy Karszával szemben, illetve, hogy a ketten ráugranak, sőt hárman, akkor meg fog halni. De akkor is én azt gondolom, hogy egy jó választás volt. A cseréket vagy egára hozza ki, vagy még esetlegesen nyeri is. Tehát abszolút egy vállalható hős. Ó, Zeignot, hasz! Azért ott megállt benne az ütő szerintem. Tehát, hogy így el tudott onnan jönni. Mikor meglátod ez egyik fal mögül előpattani a buborékot, és hogy Szundi! Már veted a kereszteket magad elé az egérrel. Ennyi. És még mindig el tud menekülni egy ultival? Hát igen. Tehát én a kis mozdony bármikor visszább lép a végső képessége. Eddig szerintem egyébként... És marha gyorsan újra tölt. Tehát az a legviccesebb, hogy ez a szemét Scion ulti, ez ilyen... Mennyi? Most van ott egy tűzkő, ott van még egy jégkesztyű. Szerintem ilyen 40 másodperc, max 50, amíg újra tölt. És még abszolút rúnából is. Sőt, szerintem még nincs is annyi. 30 valamennyi lehet körülbelül. Fél töltésen van már. Hát ez a szemtelenül gyorsan. Nagyon, hihetetlenül gyorsan újra tölt az ultia. Tehát, hogy így nyugodtan lehet használni ilyen menekülés, nem feltétlen csak a kezdeményezésre. Jó, jó választás. Én szeretném egyébként, ha visszatérne, még akár Csacsitól is nagyon szívesen néznék Scionokat, tehát hogy így jó Scion verjen egy-két embert, érted a sákéba. Scion verjen? Scion bizony, csúnyán. Scion rája, mármint hogy az áldás. Hát igen, egy keresztény stúdióban sajnos más nem is tud rászállni. Így van. Miközben egyébként ugye ezért Karsza próbálna valami akcióba lendülni, hiszen Fofo véres kezű gyilkológép ugye itt van és tolja az ösvényt, altat minionokat is, ami egyébként meglepő, hiszen egyébként egészen kis prédának számít nála a minion. Ugye szépen azért haza tud térni is, és nem elég, hogy ugye a Morellon, amikor rajta már ugye kész a meg a kis surranója, és nagyon cseles és csivés és nagyon csodás, de hogy ugye ott van még nála egy kis ragyogás is, hogy most fejlesztett félholtá, úgyhogy igazából innentől kezdve egyébként ugye nem csak a beérkező üstökös, hanem az utána lévő plusz alaptámadás, ami passzívból is, illetve most már tárgyból is erősítve van, elég brutálisan. Úgyhogy egy után ember legyen a talpán, aki... Hülyére sebez bárki, tehát ezt most már muszáj kimondani. Nem lehet tovább titkolni ezt az egész dolgot. Még vásárolt egyébként pusztító pálcát, pontosan. Tehát tényleg ő lett a pusztító. Tehát nagyon hát szerettem igen. Egyébként azt a filmet, de szenzációs ez a... Nagyon remélem, hogy lesz, mert ugye azért a LCS meg rájátos adásokon szokott lenni meccs utáni statisztika mondjuk a sebzések kiosztásának mennyiségéről. Hát bírnám most megnézni. Vagy most még akár meccs alatt, hogy ki mennyit osztott ki ez alatt a mérkőzés alatt. Iron Solaric medálja Thaldrinon. Hát igen, ugye ez a mérkőzés egy... Amilyen brutálisan... Így már szerintem meg is tudja verni Zivet akár 1v1-be is az Iron Solarival. Egyébként valószínűleg igen. Bár leutóbb is szerintem meg tudta volna verni, hogyha nem villan ki a felütése elől. Úgyhogy tényleg, hogy rögtön a villanást el kell használni. Utána meg ugye szükség volt arra, hogy érkezzen a kis csipet csapat, és emiatt ugye vissza kellett lépni a Thaldrinnak. De hogy szerintem maga a karakter egyébként tökéletesen 1v1 kompatibilis jelenleg, hogy te is mondtad Zivvel. A tank, you know! Jó, mondjuk a varázselelás nincsen, de... Igen, de hogy ő egyszerű tank szeretne majd lenni a felnő, de hogy... A kislány meg már most pszichopata akar lenni. Igen, és ugye ez a legnagyobb szemétség a taiwani csapat kompozíciójában, hogy mindenki fizikai sebzéssel operál, a Lee Sin, a Jace, Jin, és persze mindenki veszi a páncélt. Páncél, adjál egy kis páncélt. Aztán jön Fofo, és letöröl, de még a létezésből is kitöröl, vágod? Bár egyébként
fofú, amilyet is ugye szemét, mert hogy ha venné le... Ó, Jézus Isten! Szóval, ha venné le egy kis szentet, már mint ugye egy kis varázs ellenállást, akkor egyébként a Szundi buborék utáni bónusz sebzés, szerintem pont kb. Ki is üti ezt a varázsát. Jó, tény és való, hogy használna, de hogy... Hogy a Szundi buborék utáni plusz sebzés így is brutális mennyiség, hogyha egy ilyen 8 mérföld per órás űrből érkező deszkavág arcon, akkor az is is valószínűleg így instant ameno. Ameno, azaz, ezzel egyetértek, mehet az ameno spam a chatre. Igazából a törökökél, akik találkoznak fofóval. Hát igen. Miközben egyébként ilyen Svördárnak körülbelül egy olyan 5-10 perc arról szól a játék, hogy ide-oda megy, most próbál vadászni, miközben ugye az ívre ketten is kedeményeznek, viszont a hordóval még visszább lehet őt dobni, és be tudta ugye fejezni Zeitnát. Itt viszont lényegében a háttérben érkező kis fal miatt mondhatjuk azt, hogy nehezebb a kilépés, átváltoztatva van ugye Fofó, még mindig el tud menekülni, és nézd meg, a kislányra fordul az egész török csapat, de hát Fofó meg lett állítva, hát nem hiszem el. Mégis csak 5 ember kellett hozzá, ez tök norm... Ja? Hát igen, az 5 ember eleje a kislányokkal szemben, az már csak így szokott működni. Nem rossz egyébként az elképzelés. Frozen ugye Svördátra próbál sebezni, és ugye Svördátra érkezik még az átváltoztatás, és próbál minden több sebzést kiosztani, de ugye Cursor bent van 4 ember között, visszább kell lépni, és be tudja fejezni Frozen. Kettős gyilkosság az, ami hozzá vándorol, és ugye Bebét vissza lehet még szorítani. És ugye jelenleg ő az egyetlen, akinek egyébként ugye elérhetőek a felvonásai, úgyhogy ezzel mondjuk egy Frozent, vagy talán még egy Zulu támogatót is még meg lehetne lepni. Viszont ugye a teleporttal egy pillanatra azt mondta Ziff, hogy na érkezem, de inkább mégsem. Viszont Bebe ugye távolról próbálja a kis üstökösét használni, próbál kivirágozni. Érkeznek a felvonások, viszont ugye eddig talált, de Frozen talált a telibe. Esküszöm, mintha csak Zoét láttam volna. Ugye érkezett az utolsó lövés, visszább kell lépni a baronnal sortal, és ugye Ziv vissza tud pattani, vissza tud vetni. Hát Bebe nézd meg, nem bír magával, 2 darab gyilkosságot is bezsebelt a baronnasor szedés alatt után közben. Vasili, után megérkezik Fofó a véres kezé, és már gyilkolja is ezt a brutális erejű Tadrint. Nézd meg, nem akarják elengedni, még egy pici kéne, és ugye érkezik a gyilkos sorozat, viszont ugye Bebe a gyilkos, a vadállat és az alvó, de még becsapódó hordót eldobó Storm, és befejezett egy gyilkosságot, viszont ugye érkezik a... A közel, a közel. Érkezik a szívinfarktus Zoli által, meg a Szundi buborék és a deszka is, viszont a baronnasort ugye most az LMS ugye megint az volt, el. Így van, és ezt el is fogják hozni ingyenesen, mert erre nincsen lehetőség a török csapnak. Megint az volt a baj, hogy törökök nagyon szépen zónáztak ki mindenkit, 1v1-be, vagy legalábbis egy-egy elkapással meg tudták ölni Zivet, utána folyamatosan tudtak gyilkosságokat szerezni. Ez mind volt szép, volt és jó. De mivel először ölték meg Zivet, és Bebe életben maradt, megmaradt a két hihetetlen nagy távolról sebző karakter. Itt van ugye Zivnek az elkapása, pont talál a kábítás a feldobásból, visszadobja kicsit Tadrin, de jön Storm Age és villan kicsi a rak, majd utána még a robbanékony hordóval is jól talált. Ugye elzárják Fofótól a visszavonulás lehetőségét. Karszait még ugyan szerintem ki tudott volna ugrani, és ki is ugrott, de így ott hagyja szegény Fofót, akinek villannia kell. Jó még a némítás a Blitzcrank ultitól, de ezt követően ugye megvan Fofónak a gyilkosság. Itt elindul, hát ez hogy itt mi az Istenje, nem kifele ment? Az egészből Frozen ez egy nagyon nagy kérdés, mert valószínűleg akkor túléli, mert ki tudott volna szerintem még menni az ultiból. Az, hogy itt Zergsting egyszerűen rálátás hiányában, vagy nem tudom minek a hiányában nem talál, vagy nem ott akar hazamenni, az már megint egy nagy hiba. Itt a harmadik gyilkosság, amit Bebe egy villanásért áldoz be. Azért a Sion passzív azért fáj, és ugye ezt követően pedig, hát legalábbis Storm Age még elhozott egy gyilkosságot, de ő is ott hagyta a fogát, és 4-1-et cserélt az LMS csapata, majd utána elhozták a baronnasort, és folytathatják. Legalábbis. De ez a csata egyébként kellett az LMS-nek, megmondom miért, mert hogyha a törökök most vissza elhozzák a baronnasort, akkor bőven visszajöttek volna a játékba, és elkezdődött volna az a játékfázis, hogy kezdenek tankosodni a felső ösvény per dzsungel párosok. Viszont így ez nem biztos, hogy meg fog történni. Jézus, Atya Úristen! 3/4 életerő! Zét
hát, jó Isten. Hát lövészt egy instant hazaküldtek a box utcába, ugye ki kell állnia. Egy jó kis gumicserére, illetve átnézik az alvázát is, mert Zoe lényegben rommá büntetést. Nézd meg, ott van egyébként ez a tankosnak mondható Gragas, illetve közben egy kicsit elpillett Taldrin, úgyhogy be lehetett őt is altatni. Hát ez a Zoe táborról, falon át 8 kilométerről Sundi buborék, illetve hát utána az érkező deszkák plusz. Ezek a, hát igazából körülbelül minden, ami ugye elemeznek. Van a távolról hatalmas sebzéseket osztás. Az jelenleg nagyon-nagyon jól működik, és erre nincs válasza ugye a török csapatnak. Gondolkoznak rajta, hogy hogy lehetne egy jó lépést megtenni, viszont amikor beleadnak nagyjából mindent, és nem mondjuk egy lövész alszik bele. De honnan? De most viccen kívül. Olyan messziről alatt a testom, és hogy a pályán nem volt fofó. De ha eddig volt olyan időszak a kommentálásom idejében, amikor kiakadtam egy karakterre, ez annó még az átalakított Vladimir volt, ugye rögtön, amikor a mid-season átalakítás után jöttek a varázslók. Hát akkor Vladimir volt az a megölhetetlen karakter, mert egyszerűen sebzett, mint a hülye gyerek, és annyi életerőt szedett vissza, hogy ez valami borzalom. Na most lehet, hogy az a karakter lesz a következő, akin ilyen szinten kirédzselek, ami nem más, mint Zoe. Mert méltó kezekben, tehát ilyen profi szinten, szerintem nem is tudom, hogy mondjam. Hihetetlenül gusztustalanul erős. Baron Powerplay, nem mondanám, hogy a hatalmas. Cserébe 2 tonna csak elhoztak belőle. A Vinionok. Hát igen, ezek a csibész Minionok. Ezek már csak ugye ilyenek. Viszont közben egy újabb sárkány vándor az ellenes oldalára. Mondhatjuk egyébként szerintem azt, hogy hiába nincs tankjuk, ha van egy ilyen brutális bestiájuk, aki egyébként Zoe. Plusz mellette ugye még van egy Jace-ük, van mellette egy Jin-jük, aki ugye nagyon nagy távolságokból tud hatalmas sebzéseket leosztani. Illetve ezen a mérkőzésen egyébként a felvonások jól tudnak megérkezni, még akkor is, ha mondjuk volt már egy kis hiba a rendszerben. Ugye 5-0-3-as jelenleg ez a Jin, 279 farmja van igazából, mondhatjuk azt, hogy nem igazán van szüksége semmi másra. Van egy határtalan pengéje, van egy jó mumuja, egy draktárja, egy gyors tüzelőágyúja, meg egy jó kis tolvajs úranója, biztosan biztos, plusz egy ellenőrző őrszem azért még csücsül a zsebében, hogyha szükség lenne rá. Az kell, az jó. Mindig jó egyébként, hogyha van, főleg minél több, mint annál jobb. A felállás ugye jelenleg. És egyébként ugye a következő sárkányunk az már egy ősi sárkány lesz, ami az LMS-nek legalább annyira jó, mint a törököknek. Igazából mindkét oldalnak jó, hiszen egy pokoli sárkány mindkét oldalon erősít, annyi a különbség, hogy a másik oldalon az LMS-nél még egy óceánt is rádob, és amúgy mindjárt lesz fofónak egy gyógyítása, mert amúgy tök nehéz lenne megölni, ugye 8 kilométerről dobálhat, most gyógyítás. Azt nézd meg, honnan dobálja az ezeket altatásokat, honnan dobálja, hogy hát, ha valakit eltalál. Persze, tehát neki már a random faktor, tehát neki viccen kívül az RNG is istene, tehát hogy... Egyébként Fofo ezen a mérkőzésen olyan, mint egy ilyen cápa, hogy megérzi vala a vérszakot, hogy valaki bealudt. Teleport! Oho, még az egész jó helyre, Aldrin! Ugye rögtön menekülnie kéne Fofónak, viszont megint el lehet őt kapni. Egy pillanatra, hiszen utána rögtön kiugrik ide-oda vándorol, a Sundi buborékkal még az a kék erősítést eltolvajítja. Viszont ugye ott 5 ember közé érkezik be Aldrin, érkezik a sorozat, viszont nem lehet befejezni vele senkit, viszont Fofo a vérgyakos hó emberré változtatott állat ugye még ott van. Taldin be lehet fejezni, hogy jelenleg ugye a passzíván pusztítanak tovább, viszont mi hiába próbál menekülni, el lehet altatni még Storm Ninja-t. Így egy újabb gyilkosság vándorol Fofóhoz, 3 ember élte túl. Nagyon szép 2-0-ás terét láthattunk, és Fofó volt az, akit átváltoztattak, de hát igazából mindegy volt, mert előtte meg utána igazából kiosztott annyi sebzést, amivel be lehetett fejezni, vagy be lehetett altatni 2 darab embert is. Hát igen. Igazából érkezik az ostrom az LMS-től, mondhatjuk ezt egy utolsó ostromnak is, bár nem még egyébként így talán fordulni egy biztosító farmonra, ha akarnak, és egyébként lehet jobban is teszik, hogy visszább lépnek. Bár hogyha innen ráfordulnának a török csapatra, akik mondjuk vakmerőek, akkor ott egy nagyon könnyű vége szakadhatná a mérkőzésnek. Így inkább egy ilyen nyugodt hazatérést választanak, leszedik az egész jungle-t meg útközben. Ennyi. És akkor nézzük is meg. Egyébként a teleport nem rossz már, mint az elképzelés, ahol Thadrin jön, csak ugye nem tudják megölni elég gyorsan Fofót, és talán ez a legfontosabb, mert itt gyönyörűen villan el,
innentől kezdve kapja a pajzsot. Itt már vissza kell vonulnia az egész török csapatnak. A legnagyobb tankjuk folyamatosan némítva, illetve felütve. Így nem tudja kihasználni azt a CC mennyiséget, amit akar kapni. Zeytnot kapott egy hihetetlen, kb. Kettős bombát plusz egy fofót. Jajajaj. Utána még egyébként jók a lövések is. Az elaltatott Storm és pedig... Hát végül is a tankok elpusztultak. De ugye erről beszéltünk, hogy ha talál egyszer a Jace, illetve a Zoe egyszerre képességgel, az instant halál kb. Egy deszka, meg egy robbanó lövedék, hogy mi ez felerősített kis Goisley Jace-ta. Meg egyébként a török csapatnak annyiból jó volt ez az egész, hogy lényegben körbeállták a... Thaldrin! És Thaldrin meg ugye elszik közben a sebzést, amit láthatunk. Szóval a török csapatnak jó amúgy a játéka, csak hát nem tudom mit tenni egy ilyen ellenfél ellen, aki tank nélkül is könnyedén pusztít, hiszen ott van a tankos Thaldrinjuk, vagy ott van a tankos zsengelesük, vagy ott van bárki, akinek van tankossága. Azt ugyanolyan könnyedén eszik meg egyébként, kb. Mint a lövészeket, vagy a támogatót. Hogy így van tankossága, de hogy ilyen jelképes sem, mint ilyen valódi, hiszen nem sokra tudnak vele menni egyébként. És egyébként ugye Sword Art, ha valakit elragad magának, akkor mondok kezdve egyébként valószínűleg, mire visszaér a földre felütés után, vagy bealudt, vagy már bealudt és elhalálozott. Éha. Legalább annyira, mint egyébként most ez a Lulu, akit maximumra kell gyógyítani, el kell használni egy jó kis Zonyát, miközben ugye a pusztítás érkezik, hiszen mégiscsak itt van egy gym, mégiscsak itt van nekünk az olyak. Itt viszonylag hamar ki lehetett szedni a harcból, viszont ugye Thaldrin az, aki jelenleg büntetné Sword Artot, viszont el lehet őt is ugye szépen lassan pusztítani, viszont ugye érkezett egy gyilkos sorozat, kisétál Zeytnot ebből egyébként, szóval Jace még ugye be lehetett fejezni, és egy Carson még próbálná elkapni Zeytnotot, három ember üldözi lényegében török csapatot. Storm Mage-et pont nem lehet egyébként elkapni, ki tud csúszni a kis hasas pasasával, és egy kettő darab embert veszített a török csapat, míg ugye egy Zoe-t a másik oldalon. Így van, jön is a visszajátszás. Az, hogy belemépett az altatásba, az szenzációsan fájdalmas. Ezért tud elhasználni a stopper óráját ugyan, de ezt tök függetlenül behúzza őt Sword Art, és már az ulti sem elég. Miközben ugye alsó fertájon kivégezte Miss Fortune, Storm Mage, illetve Miss Fortune és Gragas 2 és Zoe-t. Utána Ziv az, hogy egy picit azért kapja a sebzést, illetve a visszadobás sem rossz. Frozen így egy gyilkosságot el tud hozni, és nagyon nagy szerencséje, illetve szép játék ez a visszalépés a kivilágzás elől. Utána pedig Storm Mage-nek a kicsi rakása, ami ugye pont Karszának a hanghullámát kerülte el. És ugye ez lehet az egyetlen egy lehetősége a török csapatnak, hogyha időben kiszedi a pusztítható és kevés ellenállással, kevés életerővel rendelkező embereket. Karsza kezd tankosodni, ugye neki most már ilyen szinten, illetve Sword Artnak is az lesz a szerepe, hogy tankoljon, illetve próbálja majd védeni a csapatát. Nem véletlen egyébként a hegyarcának befejezése, így a sok pajzsot tud adni. Ott van még mellette a sok pajzsa az Iron Solary-val. Szép a váltás egyébként, hogy levették a végső képernyőt, Storm, és pedig 20% HP-ra kerül. Hát igen. Igen, Fofo eldob egy altatást, majd egy pár másodperce később jön egy újabb altatás. És Thaldrin folyamatosan belép, olyan, mint hogy a Thaldrin nem tudná, hogy mennyi ideig maradott az altatás, nem? De kétszer játszotta ugyanezt el, hogy egy másodperccel azelőtt lépett bele az altatásba, amivel már majd... És hány altatást tud kidobni ez az Isten, mert az Zoe? Az altatás mint egy nagyon jó volt a kivirágzás, és próbálták volna visszarúgni, viszont ugye Sverdát még el tudta kapni, hiába volt rajta a vadonszava. Viszont ugye nem tudta magát megvédeni Lulu, illetve a felsősményes játékosok is elesett. Érkezett ugye a négy lövés, de hát igazából már nem volt kire. Úgyhogy amint elindult, abba is hagyta rögtön egyébként Bebe. Ugye így kettő emberes hátránya van jelenleg a török csapatnak. Így gond nélkül ki tud lépni az LMS régió. Egyébként erre a baronnasorra. Mondhatjuk azt, hogy egy ilyen könnyítő baronnasor érkezik, ugye még egy megváltás is. Már Zoe útközben felkapott egyet, mert miért ne alapon.
akciós volt a boltban, de legalább a török csapat ugye fejezben ki tud lépni az ősi sárkányra, de hát ugye jönni fogám az az elemes csapat. Sihú. Látják, hogy mi is a helyzet, érkezik a teleporter, és rögtön el lehet kergetni az ősi sárkány közeléből őket. Fufu a háttérben vár, és a szundi buborékot már be is készítette. Storm és rögtön belesétál, ahogy az kell, el is alszik egy pillanatra, kivirágzás talál, viszont Svörrát visszahúzza, Bebe pedig befejezi a gyilkosságot. Mondhatjuk azt, hogy Fofó a terror kislány mindenkit távoltat, bealtat, és igazából Landon dobálja a kújt, hát valakit igazából meghozt életétől ezáltal, vagy legalább a háromnegyedét letarálja. Így van, körülbelül egy tök mindegy, hogy kit talál-e. Felett háromnegyedet simán le tud tépni róla. Jön az utolsó tárgy hozzá, szintén pusztító pálcával kezd, jön egy jó kis Rabadon, halásítyka. Na hát azzal viszont tényleg vánsatolni fog. Hát egyébként ugye megérik azt a helyzetet, hiszen jelenleg is ugye tud pusztítani az elemes csapat. Az építő biztos áldozatul fog esni, és közben Fofó is gyűjtegetheti a sebzés mennyiséget az ellenfél arcára. Ugye kilépnek az alsó inhibitorra is, miközben Zoli azért próbál vadászni magának. Próbál egy újabb célpontot találni. Két darab inhibitor az, ami jelenleg ugye a török csapat. Viccen kívül nem megvárják a Rabadont. Ezt akartam mondani, nem mennek tovább, hazamennek, vásárolnak. Nem, eladta a pusztító pálcát, és feleslegesen nagyot vett helyette. Több sebzés! Még több sebzés! Igen, egyébként ez olyan, mint régen, amikor ugye voltak még ezek a fattüzelési helyhajók. Fát! Jaj, fát! Lapátold a fát, meg a szenet, aztán menni meg fog a vonatoknál ez. Is ez volt, amikor a vonatok ugye mentek át a vadnyugat. Na ezt kértem, köszönöm szépen Riot Games, köszönöm szépen kedves észak-amerikai kollégák. Az, hogy Zoé konkrétan a másik kettő sebzéshordozónyi sebzést oszt ki egyedül, ez maradjunk annyiba, hogy, hogy nem nerf, nem nerfölni kéne egyébként Zoét, hanem kivenni a játékból. De ezt tényleg nem gondolta komolyan a Riot Games, hogy... Mert érted? Ameddig nincs meg a mechanikád vele, addig azt mondom, hogy jól van, félredobálsz, félreugrasz, beleugrasz rossz szituációkba. Miközben ugye Haldrinnak rögtön el kell villannia, hiszen máshogy nem tudna megmenekülni. Próbálja. Ez egy full pajzsos Tadrim volt. A saját pajzs rajta volt még az Ilonszor elé is. És Fofónak van egy csibész behúzott villanás, amit fel tud használni majd, ha esetleg szükség van rá. Ugye betölt egy újabb torony, így már csak az harmadik inhibitorra mennének ki. Starmage-nek alébb kell csúsznia, viszont a kivirágzás ugyanúgy kell. Tadrim, gyere! Tadrim bemegy öt ember közé, megkapja igazából mindent, rögtön aludnia is kell, hogy megkapta ezt az összes sereget. Érkezik ugye rögtön ez a vad. Hatalmas mennyiségű sebzés, viszont ugye még táncolni Fofót el lehetett távolítani, kettős gyilkosság ugye rögtön ott landol, viszont most jön a revansz, most lehet pusztítani, hogyha eltalálsz valakit, aki veszélyben lett. Hármas gyilkosság landol ezen a bebén egyébként, és itt van az a pont, amikor ugye már nincsen szükség egyébként Zoira, viszont egy pentát még azért be lehet tenni, és pentakill, és nem Fofó volt, hát ez mi? Hát mert Fofót kinyírták! Fofót kinyírták, tehát ettől függetlenül egy late game Jin ezekkel a dolgokkal. Én azt gondolom egyébként, hogy Bebe meg is érdemli ezt a pentakillt, azért emlékezzél ott az első baronna sornál mekkorát snipe-olt, utána azelőtt is volt már egy triple-je, azelőtt is volt már egy hármas gyilkossága, szóval Bebe abszolút megérdemelte. Én úgy gondolom ezt a pentát, Frozen nem is nagyon akadékoskodott, hanem azért kiment, tehát visszamehetett volna az Obelix alá, és akkor maximum beugrott volna az egész elemez ötöse, hogy akkor adjunk egy pentát Bebének. Frozen megkönnyítette egy picit ezt a helyzetet, kicsúszott. Ő deszkázott ugyanúgy a falak mentén, de nem ő volt az igazi deszkás, hanem igazán Fofó és Zoé. Nem tudom, egyébként láttad-e Fofót, ahogy így megy feléjük, és látszik, hogy már dobná a deszkát rájuk. Azt tuti. Kétfogás, és már a deszka is repülne vele együtt egyébként. Hát igen, ennek a mérkőzésnek tényleg a meghatározó főszereplői azok Fofó voltak. Deszkálja. Na a sebzése. 36 ezer sebzés, úgy, hogy melletted van egy Ziv Jace, aki egyébként marha sokat csatázott ugye Thaldrinnal, tehát neki is lehetett volna csak sok sebzése akkor, hogyha ugye folyamatosan tankokat öl.
ott volt egy bebe, aki azért egy dzsin, tehát ő folyamatosan hozta gyilkosságokat, távolról piszkálódott, meg ilyenek, és itt van fofó büntetés, büntes fofó, nem fofó tudod. Ül. És nézd meg, Tik, szevasz, mi van Frozen, mi van? Kell a fájás? Mondta Frozennek egy kicsit, mintha álmosnak tűnne ezek után. Tik, szevasz, fofó! És nézd meg, eltintettem föl, ketten jöttek rá, ellopott egy villanást, odébb jazzelt egy kicsit, bedobták is így a deszkáját. Ezt egy ilyen visszamennyi. Figyelj, azt kérdezik kint Dash szerintem Reckless, hogy te, Reckless, mit szólsz ehhez a mérkőzéshez? Fofó. Fofó. Lehet, hogy igazából egy ilyen Zoe tetoválás lesz a következő Reckless-en. Nem, teljesen ki vagyok, mert ez ilyen nincs. Tehát egy Jace meg egy Jean-t egyedül lesebzett egy fofó. És tudod, mi a legdurvább buci egyébként? Mármint, hogy nem fofó, hanem a Zoe, de hogy így érted? Igen, fofó, öl. De egyébként itt egy olyan összecsapás volt, amikor ugye elindult tök nyugodtan egyébként ez az egész, ugye érkezett a sorozat, hogy miből Bebe még ki tudott táncolni, ugye visszább lehetett dobni ezt a két embert, és jönnek a felvonások, és nézd ki, jön a toldalt, jön fofó a gyilkológép, és itt egyébként ugye már még nem volt annyira vérszomjas, itt még csak az volt, hogy bele-bele kóstolgatott, de azért fofó ott volt. És a kedvencem egyébként az volt, amikor a játék középső késői szakaszára jobban bevált, mint egy óvónő, mert gyakrabban altatott el emberek. Egyébként egy óvónő altatott egy 20-as gyerekcsoportot, fofó meg így dobálta az altatást. Maradjatok annyiban, hogy szundi üzemmódot ne kapcsoljatok be a telefonotokon, mert rémálmodni fogtok Zoéval, viszont ennek az estének még abszolút nincs vége, egyelőre még csak, ugye 4 darab mérkőzés ment le, joppá, illetve egy Zix-bomba lehet felrobban a stúdió, no de jön most a következő 10 perces szünet, azt követően pedig Kína, illetve Észak-Amerika, Eddie, illetve Livius, ezt követően lesz még egy mérkőzésünk, egy LMS, azaz Taiwan, illetve egy Korea, hoho, ott is átengedi Faker fofónak a Zoét, vagy lesz Faker Zoé? Na hát az egy nagyon jó kérdés. Ezt követően pedig már mint a 6 mérkőzés, hogyha lement, 1v1 bajnokság, úgyhogy még ne menjetek aludni, ugyanis csak hajnal 4 van, 10 perc szünet.